Felbőgtek a motorok szombaton a Szépasszonyvölgyben, ahol az amerikai autók szerelmesei találkoztak. A kiállításon felvonultak többek közt a Chryslerek, Camarok, Viperek, Hummerek, Dodgeok, Pontiacok, Cadillacek és a Mustangok is. Lakatos József egyenesen Kanadából hozta haza az 1985-ös Cadillac Eldorado-ját. Torontóból, Kanadából hoztam, miután költözök szép lassan vissza Magyarországra, és ez az egyik azokból, amit már hoztam. Ez egy nagyon szépen megkímélt állapotban találtam meg egy öreg bácsinál, aki magyarul meg akar szabadulni tőle a betegsége miatt. És így vettem át tőle, és így próbálom használni itt. Mennyire van eredeti állapotban ez a szép autó? Ez végig is teljesen eredeti, már úgyhogy a karosszéria, ülés belül, annyi, hogy már nyilván olyan dolgok voltak cserélve, ami kopó alkatrészek, de úgy összességében az autó az teljesen úgy van, hogy a gyárból kijött 85-ben. Mit tud ez az autó? Milyen különlegessége ugye a mai modern autókhoz képest, hiszen egy 1985-ös járműről beszélgetünk? Igen, hát már abban az időben annyira fejlett volt ez az autó technika, hogy végülis majdnem minden olyan dolog benne van, úgy meg, hogy fully loaded, hogy minden elektromos benne, még az antenna is elektromos jön ki, az ülések elektromosak, a hűtés-fűtés digitálisan már lehet kontrollálni. Úgyhogy is abban az időben már tudtak mindent légkondi benne, amit ma már csak túl van elektronizálva a mai autók. De ami egy autóban szükséges, alapból az benne van. Eleve, ha csak beleülsz, egy olyan kényelmes fotelbe ülsz, mint hogyha a tévét nézél otthon a kanapéról. És nyilván a rugózás az nagyon lágy, nem érez meg annyira minden gödröt, és tényleg egy nagyon nagy élmény autózni vele, mert ugye ezeket hosszú távra tervezték. Ugye Amerika-Kanadában nagyon nagy a távolság. Beülsz Torontóba egy ilyen autóba, és levezetsz Floridáig, akkor kb. 20 órát ülsz az autóba. És úgy szállsz ki belőle, mint hogyha megnéztél volna egy filmet a fotelodból. És mennyit fogyaszt? Hát igen, ez egy jó kérdés. Ez attól függ, hogy ki mennyire nyomja a gáz, de így van, de olyan 12-től olyan 16 körül, mert ebben már injektoros a motor, és csak a 4 literes, az a kis motor van benne. Az előző testvérei, ami voltak 85 előtt, abban még voltak 8 literes motorok, az nagyon durván evett, de abban az időben nem foglalkoztak a benzinnel, mert ugye fillére kiratták. Milyen autókat hozott még ki, hiszen még itt kettő van ön mellett? Ez a Pontiacon, ami elhoztunk, meg a Jeep. Ezzel hárman vonultunk most így föl. De van még a palettán egy pár darab, de úgy gondolok, ennyi most belefér a mai napba. A kiállításra mintegy 200 autó érkezett. Itt, ami nincs, az nem létezik. De ahogy látom, legtöbb a Mustang, ők a Mustang csapat, aztán a Cadillac csapat is itt van, Camarók, Chryslerek, Dodgeok, nem tudom felsorolni. Ami amerikai, az mind itt van, szinte. Napjainkban már több ezer amerikai autó fut a magyar utakon. Szerintem nem fognak elkopni, mert ezek inkább most már egyre többet érnek, sőt, sokan ki se hozzák, csak áll a garázsba, de ez egy nagy család, én úgy mondanám. Én már gyerekkoromban is kiplakátoltam vele a szobámat, Corvette-ekkel, Camarókkal, aztán mikor már megengedhettem magamnak, én is vettem egy Camarót. 2 éve vagyok én Camarós, van egy privát kis csoportunk, a többség itt a privát csoport, a többi meg a környező helyekről érkeztek. Ugye fanatikusok, Chryslersek, tehát mindenkinek van egy szűk csoportja, szűk 100-200 emberrel, és akkor ilyenkor csatlakoznak a rendezvényekhez. A kiállításon 3 kategóriás szépségverseny és gumitekerjáték is volt. Az autók közül talán a legtöbb a Mustang volt. Zsuk például egy egyedi festésű, igazi csajos Mustangot álmodott meg magának. Az autóról és magáról a típusról a tuning készítője Dózsa Ferenc beszélt. Mekkora kultusza van Magyarországon ennek az autótípusnak? Hát én azt gondolom, hogy ennek most már egyre nagyobb a kultusza. Mi akkor még elkezdtük 2007-ben,
akkor még ez gyerekcipőbe jár, de azóta én úgy látom, hogy kinőtte magát. Tudjuk, hogy ez a Mustang, mindenki azt mondja, hogy gyerekkori álom volt a filmből, de innen jött ez a kultusz szerintem Magyarországon. Hozzám nagyon sokan bejönnek, hogy gyerekkori álom volt, most már van annyi, hogy megvalósuljon. És én azt gondolom, hogy ez innen indult el, és Magyarországon is innen jött ez az egész, és innen megyünk tovább. A Mustangban úgy van, hogy egészen a 2300 köbcentitől van a 5800 köbcentig, ezen belül vannak GT-k, simák, V6-os, V8-as, sőt most már van a 4-hengeres is. Én azt gondolom, hogy mindenkinek megvan az előnye, hátránya. Nyilván, hogy aki egy nagyobbat akar mindennapos használatra, az egy V8-at fog venni, aki pedig mindennapos használatra, vagy akár egy hölgytulajdonosnak, annak egy V6-os, 3-es motor is tökéletesen elég. Ha már itt tartunk, hogy hölgy tulajdonos, itt ami ön mögött van egy autó, ez is egy hölgy, ez egy kabrió, ha jól látom, egy vászontetős kabrió. Igen, ez a hölgy, ez először ügyfél volt, és ügyfélből lett nekünk barát. Ő úgy jött, hogy ő szeretett volna egy különleges autót, ami egy kicsit csajos, kicsit különleges, ami visszatükrözi, hogy ez egy hölgy autó, és azt, hogy ránk bízza ezt az egészet. Hát én azt gondolom, hogy nem akartunk nagyon cicamisztást csinálni, aztán nem akartuk rózsaszínt, azért beszéltünk meg ezt a matt szürke színt, viszont hogy mégis lehessen látni, hogy csajos, ez a pink szín, ugye, ha jól tudom, lehet, hogy nem is mondom jól, hogy milyen szín, ez a pink szín, ebben belevittünk egy-két mintát, és én azt gondolom, hogy így azért olyan elég különleges lett és csajos.